Üdvözlöm a Miskolc televízió nézőit! A Promenád mai adásában beszámolunk a Miskolci Nemzeti Színház évadnyitójáról. Megmutatjuk a Csík zenekar különleges koncertjét, de megemlékezünk a 35 éves Excelsiorról is. Tartsanak velünk! A lezárások után új lemezzel lépett színpadra a Csík zenekar. Ezúttal Presser Gáborral és Karácsony Jánossal közösen varázsolták el a rajongókat a lovagi tornák terén. A jól ismert népi dallamokkal kezdte meg fellépését a Csík zenekar a lovagi tornák terén. A közel két órás produkcióban saját hangszásukat most egy jól ismert együttes slágereivel vegyítették. A Lokomotív GT dalain generációk nőttek fel. Zenéket nem csak az akkori, de a mai fiatalok is jól ismerik. Éppen ezért a slágerek újragondolása nem kis munkával és felelősséggel járt. Ez a mi generációnk is ezen a zenén nőtt fel, és ráadásul a következő generáció is ismeri már. Tehát ezek olyan dalok, amik gyakorlatilag a saját kis kultúrkincsünknek a része. Tehát ezek nagyon-nagyon remélem, hogy a generációról generációra fognak tovább hagyományozódni, és ennek egy pici szeretében ott lenni az egy már önmagában is megtiszteltetés, hát még az, hogy ezekkel az emberekkel tudunk együtt muzsikálni. Tehát én nem kicsit nagyon elfogadott vagyok ilyen szempontból irántuk. Annak ellenére, hogy 2016-ban az együttes végérvényesen feloszlani látszott, Presser Gábor és Karácsony János ismét egy színpadon játszott. Ezúttal a Csík zenekar társaságában. Hát kétszer is megfogadtuk, hogy nem játszunk, mint LGT, ugye 13 után, Szent Tomásnak a halála után nyilván. Ezek a dolgok akkor aktuálisak voltak, már úgy értem, hogy az abbahagyása a dolognak. A külső körülmények tették azt, hogy mondjam, szükségessé, hogy elgondolkozzunk azon, hogy abba hagyjuk. De hála jó Istennek, mindenki örömére, elsősorban a magunkéra, nem hagytuk abba. Nem hagyták abba, és bizony 50 év után is ugyanazzal a lelkesedéssel léptek színpadra az egykori LGT tagok, mint karrierjük legelején. De vajon ennyi év után milyen érzés más stílusban újra énekelni azokat a bizonyos dalokat? Mondjuk úgy, hogy nem teljesen új érzés, mert mi magunk is mindig úgy játszottunk, hogy egy idő után elkezdtek változni a dalok, hogy nehogy mi megunjuk. Vagy mielőtt meguntuk volna, valaki már változtatott. És egy ilyen hosszú turnén, amikor 30 napig kell játszani egymás után minden nap, van amikor kettőt, akkor az automatizmus volt nálunk, hogy elkezdtek a dalok idomulni a pillanatnyi életünkhöz. Úgyhogy ezen kívül meg az Attila feldolgozásai azok egyszerűen zseniálisak, tehát olyan új dolgokat mutattak meg nekünk a saját dalainkból, meg annyira gyönyörűen simulnak össze a népzenével, hogy én ezt nem tudtam, hogy ez ilyen lesz. Azt játszom, amit én akarom, de karolványi már rég nem tudom átvénni, amire.
közös munka ötlete 10-12 évvel ezelőtt fogalmazódott meg. Eleinte egy-két LGT dal dolgoztak fel, majd az idő előre haladtával egy teljes lemezre elegendő feldolgozást gyűlt össze. 10 év után vagy 12 év után mennyire egymásra találtunk a zenekarral, vagyis hát inkább az ötlet, hogy pattant ki. Amikor már megvolt egy egész anyag a hosszú évek alatt, egy albumra való anyag, össze egy új 10-12-14 dal, akkor már csak egy kis lökés kellett ahhoz, hogy hopsz, tényleg megcsináljuk és bevonuljunk. Igazából nem szeretnék sztorizni, mert ha komolyan véve van valami, akkor már az a komolyság is maga egy sztori véleményem szerint. A komolytalanság is lehet sztori, de az nem az én asztalom egyrészt, és nem ide való. Elkezdődhetett tehát a közös munka, melynek során hamar megmutatkozott, hogy a többéves szakmai tapasztalat és az elhivatottság egy új műfaj megalkotására is képes. A próbák jó hangulatban teltek, és a koronavírus járvány alatt sem szünetelt a munka. Csík János szerint nem csak élmény volt együtt zenélni az egykori LGT tagokkal, de nagyon tanulságos is. Az igazság az, hogy egy végtelenül jó lelkű, udvarias és sokat tapasztalt emberek, és ilyen végtelenül intelligensen, kultúráltan kezelik a dolgokat, és néha már úgy érzem, mintha a szüleimmel, vagy apámmal, bárkivel beszélgetnénk, tehát tanácsokat adnak, és tényleg nagyon igyekeznek, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön, és persze ez a bennük lévő igazi rutin és a tapasztalat is hozza, és az a fajta igényesség nélkül nem tudnánk róluk hosszú évtizedek oda, és a nemzetközi porondokon sem tudtak volna róluk annó, hiszen szerte a világban bebizonyították, hogy milyen ügyesek. Tehát az a fajta igényesség és az a fajta szeretet, amit ehhez hozzátesznek, az nekünk mindig tanulság és igazi ajándék. A Csík zenekar nem először dolgozott fel más műfajú slágereket. Több mint negyed évszázados működésük óta folyamatosan népszerűsítik a magyar népzenét. Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám, látom füstjét, de csak alé, az ég alatt sötét elé. Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára. Forralj nekem édes tejet, apíts belem lát kenyeret. Édes volt az anyám tejem, keserű a más kenyeret, keserű. És hogy hogyan jött az ötlet, hogy a tradicionális hangzás ilyen jól megfér a modernnel? Szabó Attila dalszerző szerint a titok a két stílus közötti egyensúly megtalálása. Igazán semmi olyan nagyon nagy varázslat nincs benne, az van benne, hogy iszonyatos sok zenét kell hallgatni. És kell ismerni a könnyű zenét is, meg kell ismerni nagyon a népzenét is. És akkor teljesen világosak lesznek az átjárások, hogy hogy tudjuk az egyikből úgy átmenni a másikba, hogy ne tűnjön nagyon megerőltetőnek, vagy nagyon túl erőszakosnak. Így jelent meg 2020-ban a Dal a miénk című album, amely több meglepetést is tartogat a zenekedvelőknek. Ezekből a Csík zenekar alapítója a koncert előtt elárult néhány kulisszatitkot. Mi magunk is boldogan örülünk, hogy egy ilyen produkciónak a részei lehetünk. És gondoltam volna, hogy valaha
Beszer Gáborral fogok együtt muzsikálni, vagy énekel velem, még népdalt is. És James is énekel egy szép koloteszegi hajnalit. Szerintem piciben se gondolta volna, hogy valamikor egy székelyföldi csárdást fog énekelni valahogy az életébe. De ezek egy több éve tartó kedves zenész barátság eredménye, és azt hiszem, hogy ez az öröm is benne van. Én is elbírok egy kardot, mint más szegény legényt látok, csuha pahol, de esik, eső, úgy borékol, szólnak a karcs, kukorékol, csuha pahol. Az EGT dalokat számos stílusban feldolgozták már az évek alatt, de a csíkosított slágerek különösen elnyerték az eredeti dalszerzők tetszését. Éppen ezért szívesen együttműködtek a zenekar tagjaival. Ez nagyon hízelgő, hogy szakmabeliek szeretik a zenénket, ez bárkinek jól esik. Tehát ezt ha bárki az ellenkezőjét mondja, vagy azt mondaná, hogy hát minket nem érdekel, az hazudik. Reszter Gábor! És Karácsony János! A koncert emlékezetesre sikeredett. A dalok nem csak a legendák tetszését nyerték el, de a közönség előtt is nagy sikert arattak. Aki esetleg lemaradt volna a legendák csütörtöki koprodukciójáról, a 6 hónapos turné alatt bepótolhatja majd. Megnyitotta 198. évadát a Miskolci Nemzeti Színház. A teátrum számos bemutatóval és az előző évadban elmaradt darabokkal készül a következő évre. A Taps az új 198. évadnak szólt. A Miskolci Nemzeti Színház társulata egy rövid nyári szünet után tartotta meg évadnyitó ülését. Az új évadnak számos bemutatóval vágnak neki a rendezők és a színészek. Az olvasó próbák már az ülés után elkezdődtek. Ének a dráva, a siránkhoz ás, egy buszt is hajt, az az anyjára hajt. Legyen szebb, melegebb, legyen más. Teljesen egyetértek, Rose, és áldásunkat adjuk, hogy a Hitler tavasza annyira meleg legyen, hogy a Szahara sivatag az kutya füllem ellen. Nem, sajnálom, Max, de ez valahol nem én vagyok. Jó, de azért kérdezzük meg a kreatív csapatomat, hogy ők hogyan látják. A kreatív csapatodat azok ki? Mindjárt meglátod, itt laknak nálam. Fiúk, gyertek, üdvözöljétek, Bialystokot és Bumbot! A felkészülésnek a társulat tagjai, a már jól megszokott csapat és a nemrég érkezett új tagok együtt vágnak neki. Miskolcon 4 új művész kezdi az évet. 3 közülük a főiskoláról érkeztek, egyikük pedig a Vígszínháztól szerződött le Miskolcra. Hát legfőképp a feladatok, amik rám várnak, nagyon izgalmas szerepeket kaptam, illetve maga a társulat és a színház szerettem volna fejlődni és kicsit többet dolgozni annál, mint eddig a Vígszínház. De Bolha a fűben kezdünk, és abban leszek Lucien. Utána Mester és Margarita, abban Hella, és a Revizorban Mária Antonovna. Nagyon izgulok az évattól, meg az új környezettől. Igazából feladatok ott is voltak a Vígszínházban, csak ezek nagyobb kihívások most, és azt éreztem, hogy erre van szükségem ahhoz, hogy tovább lépjek.
Nagyon erős évadnak ígérkezik a 198., mondta Bíres Attila igazgató, hiszen több új előadással is készülnek a Miskolci Teátrum művészei, akik abban bíznak, hogy nem lesz újabb leállás a koronavírus miatt. A legnagyobb reményünk az, hogy nem lesz megállás. Tehát az a legnagyobb tét, hogy folyamatosan tudjunk játszani, hiszen a színész számára, a színház számára sok fontos dolog van, de mégis a legfontosabb a néző. Furamód, mi abból az energiából táplálkozunk, az a legfontosabb táplálékunk, amit esténként a nézőtől visszakapunk azért, amit a színpadon csinálunk, úgyhogy az lenne a legnagyobb dolog, hogy ne álljunk meg, ne legyen leállás. Természetesen mi ezért sokat nem tudunk tenni, hiszen mindent megtettük, beoltottuk magunkat, és bízunk benne, hogy ez így lesz. Nem akarok félni többé! Akkor félned kell, Bolyág. Nem értem! Én értem! Krasson a gép! Nem értem! Menj már, fuss el szírmáig meg vissza! Megfelezed? Tehát már van futócipő! Csak hogyha embert akarunk faragni belőled, akkor az alapot. Márpedig az ember nem két lábon kezdte a pályafutását. Na, cipőket föl, négy kézláb nyomás, rajta, és a palika szépen elfut szirmáig meg vissza. Én meg is megvárom kézlában. 198 éves ez a színház. Én azt tudom, hogy ennél nagyobb felelősség egy igazgató, mint hogy az első magyar kőszínházat vezetheti, nincs. Ezt a társulat tudja, és hát abban bízom, hogy nem fogunk csalódást okozni, hanem az a léc, amiről a polgármester úr beszélt, hogy nagyon magasan van a Miskolci Színházban, hogy azt a lécet nem megugorjuk, hanem meglepően, bátran át fogjuk lépni. A társulat egészséges dinamikája az, hogy mindig jönnek fiatalok, akik újabb impulzusokat adnak nekünk. Igen, a Béres Bence, a Börcsök és a Tegyi Kornélis be fog kerülni a producerekbe. Ugye ez kettős szereposztásban van, úgyhogy átveszik különböző szerepeket, de hát láthatjuk őket új bemutatókban is természetesen a évadban, ugyanúgy, ahogy Harsányi Attilát, vagy Gáspár Tibort, vagy Görög Lászlót, vagy Szakó Juliannát láthatjuk különböző nagy és még nagyobb szerepekben. 12 új bemutatója lesz az évadban a Miskolci Nemzeti Színháznak, köztük olyanok, amelyeket tavaly nem játszottak. Ilyen a Hermelin, de a régi nagy előadásokat is láthatják majd a színház kedvelők, például az Ünnepet, vagy a Hegedűs a háztetőnt. Nem csak producerek lesznek új előadásaink, lesz Mester és Margaréta, lesz Bolhalfűben egy rendkívüli vígjáték, de lesz Tartüff, vagy lesz Revizor, lesz Elektra, rendkívül széles spektrumú, azt gondolom, nagyon sokszínű repertoár ígérkezik, lesz Ágnás Miska természetesen. Szóval nagyon bizakodó vagyok, én nagyon bizakodó vagyok. Minden évben szoktam mondani, hogy rendkívül évad lesz. Eddig még nem kellett azt mondanom, hogy na ez nem volt rendkívül. Én bízom benne, hogy erről az évadról is csak azt tudjuk mondani majd, hogy újabb rekordjaink döktek, meg újabb szakmai sikereket arattunk, és újabb nézőszámrekordot döntöttünk meg, ez nagyon fontos, hiszen miért csinálnánk színházat, ha nem önökért, miskolci nézőkért. Az igazgató hozzátette, változás, hogy teljesen új bérletrendszerrel jelentkezik a színház. Az elmúlt 5 év struktúráját alakították át. Új bérletet elsőként augusztus 26-ától szeptember 3-áig azok a nézők vásárolhatnak, akik bemutatják a jegyirodában a 2019-2020-as évadra szóló bérletüket. A teljes körű bérlet értékesítés pedig szeptember 6-án, hétfőn kezdődik. Harmadszor rendeztek Perecesen rockfesztivált. 5 együttes állt színpadra, köztük a 35 éves Excelsior is. Kielégült vágyakért, elemel az erő, átváltozol, magához híd az erő, mosolyod, mint tudod, galatt.
romantikus szerelmeddel, színes ködben tévedsz el. Ha megszólít az ős erő, magához emel. 2019 óta Pereces harmadszor adott otthont a rockfesztiválnak, hogy kulturális élete töretlen maradjon. Idén 5 együttes lépett fel. Az est ünnepelte a 35 éves Excelsior volt, amely sokszor volt az Edda előzenekara. Az együttes egyik hölgy tagja a klasszikus zene világából érkezett a rock világába. Neveltetése miatt édesapján keresztül viszont nem volt ismeretlen számára a terep. Szerencsére nekem megvolt az a neveltetésem, hogy a rockzene az mindig is ott volt a családban, édesapámon keresztül. Sőt, hát évet nem mondok, mert akkor elárulom a koromat, de a Queen koncerten, mikor itt voltak Pesten, azon én is ott lehettem, édesapám nyakába. A későbbiekben, mikor már általános iskolás voltam, zeneiskolából kijöttek hozzánk, és akkor meghallgattak minket. És igazából a második osztályos voltam, amikor elkezdtem klasszikus zenét tanulni. Hegedűvel kezdtem, de a sors úgy hozta, hogy a végén szolfés szakra vettek fel a középiskolába, és onnan már adott volt a dolog. Nagyon fontos része az életemnek a próba is, a koncertezés is, maga a zenélés, különösképp a rockzene. Hobbi igazából, és teljesen kikapcsol a hétköznapokból. Ugye már a próbák gőzerővel folynak egy ideje konkrétan erre a koncertre, így célzottan, és hát én szerintem nem csak én vagyok vele így, hanem a többiek is, hogy várjuk, hogy mikor mehetünk próbálni. Az együttes női énekesének Andervald György alapító neve volt a legfőbb vonzerő, hogy csatlakozzon a zenekarhoz. És magad felé visz, elkábít az ének, benned fut, és mégis bárhogy vőd, és örjön bent a zaj. Mégis mindig ugyanúgy szólt a régi dal. Hiszen el te is benne, hová tökre benne, ha nem tudnád, hogy ravasz ismerős. Én mindig is énekeltem. Aztán ezt is tanultam, én is klasszikus vonalon, általános iskola, középiskola, illetve hát összefoglalva 12 éve dolgozom énekesnőként. Hajón énekeltem, legutóbb onnan jöttem haza, utána élt minket a pandémiás időszak. Úgyhogy igen, énekesként is dolgoztam vállalkozás szinten is, illetve próbálok visszatérni, aztán meglátjuk, hogy sikerül. A 90-es években az országos zenekarok népszerűségével vetekedett az Excelsioré. Erről beszélt a régi motoros tag Labanc Péter is. Már eddig mind a két fesztiválon itt voltunk, ez a harmadik, és nagyon jó volt a kapcsolat a közönséggel, jó a hangulat, szeretik a zenénket, szeretik a csapatot, Excelsior, hál' Isten. Elég ismert volt a csapat, mikor én bekerültem, 90-es években, a dobos és az énekes révén, mert előtte mi egy másik formációban együtt zenéltünk. És akkor újra alakult az Excelsior, és akkor úgy hoztak engem is. És akkor, hogy mondjam, akkor nagyon ment a szekér a csapatnak, mert akkor volt az Edda turné, mi voltunk az előzenekara, az Ászműsorban, Gesztenek az Ászműsorában, 50. jubileum, mi szerepeltünk. Akkor nagyon, nagyon jó volt. Na, én azt mondom, hogy országos ismerettsége volt a zenekarnak. A basszus gitáros szívesen emlékszik vissza a borsodi fellépésekre, különösen a másik miskolci gyökerű zenekarral közös koncertekre. Nagyon jók voltak a vidéki fellépések itt Borsodban is, az Edda turné végig jó volt. A végén már majdnem azt mondom, hogy majdnem az Eddával közösen olyan sikert értünk el, mint az Edda, mert volt, hogy az első hangkordozónkat majdnem egy nagyobb példányszámba el tudtuk adni, mint az Edda CD-ket koncert után. Rengeteg autogram, minden, szóval nagyon-nagyon nagy sikerünk volt, jó volt. A héttagú banda vezetője a kezdetektől tagja a Miskolci Együttesnek. Nem is akármilyen születésnapot ünneplünk, 35. születésnapját ünnepli a csapat.
És hát én törzsekerespercesi lévén, ez különösen nagy ünnep, hogy itthon ünnepelhetem, nem a ország másik felén például, ez így nagyon jó. A harmadik koncert, igen. És hát ilyen nívós esemény. De szépen kinőtte magát ez a kezdeményezés, amit a házigazda zenekar, a Pistaba és barátai csinálnak. Úgyhogy örülünk nagyon, hogy ez így beindulni látszik. Nekem csak az fontos, hogy te is benne vagy. Szágyan túl még és nem úgy, de se vár csöpész. A házigazda zenekar is tőzsökeres, és ugye mindig hívunk két, illetve most három vendégcsapatot. Bő három évtizede a csillagszületükkel kezdődött minden. Olyan neves zenekarok kerültek ki a tehetségkutatóból, mint a későbbi Bonanza Banzai, Kovács Ákos vagy az Edda gitárosa Alapi István. 86 elég mozgalmas év volt, ugyanis a frissen megalakult Excelsior mindjárt az első csillagszületéken, ami ugye a Petőfi csarnokban került megrendezésre, ahonnan a mai élvonal több tagja is kikerült, mint például Bonanza Ákos, az Alapi Pisti, ugye az Eddából, a Mos Sapiens-szel ott léptek fel, mi az Excelsior-ra, tehát mindjárt az első alakulás évében, 86-ban így kezdtük, hogy csillagszületik. Utána a 88-ban következett, illetve 87-ben mi az előselejtező 88-as televíziós kivét tudnak, ahol különös rekord született Miskolcról, három csapat is, Kabinett, Sweater, Excelsior, három zenekar is tévéképernyőre került. 35 év alatt több tagcsere történt, 10-15 zenész fordult meg az Excelsiorban. A dovosunk az majdnem alapító tag, tehát ő 87-ben szállt be, még a Kivit tud előtt a közvetlenül a csapatba, ő azóta is benne van, illetve hát több tagcsere után most ismét ő van. A Lavansz Peti 92-től, tehát ő van ilyen régi tag még. Hát a többiek ők fiatalabbak, ugye a Szabinácskával már elég régen együtt játszunk többféle formációban, ő billentyűzik és vokálozik. A Adrián a legfrissebb a csapatban, ő pedig mint főénekesi poszton, mivel hogy két főénekes van, egy férfi, illetve egy női, ő a női énekesi posztot viszi, és tavalytól gyakorlatilag. A Molnár Gyurka a férfi főénekes, ő pedig egy helyettesítés útján került a zenekarba, aztán itt ragadt. A zenekar próbákkal ünnepli a jeles évfordulót ezekben a hónapokban. Természetesen a Perecesen. Nagyon szépen köszönjük! Ez volt a Promenád augusztus 26-án csütörtökön. Én műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!